Nekem van egy üzenetem. Nagyon komoly dolgokat hallottunk eddig is, és az én üzenetem is ehhez hozzá tartozik. Ugye mindannyian tudjuk, hogy már az utolsó időkben élünk. Olyan világot élünk, hogy már a hitetlen ember is tudja azt, hogy valami nem jó. Hogy amerre néz, ha szétnéz az utcán, inkább szemet huny és tovább megy. Ha látja a fiatalságot, akkor megbotránkozik benne az ember. Ha látja az időseket, azon botránkozik meg, hogy azok is elhagyták az eszüket. Ha a világ urait látja, és a világ kormányzóit, azon is megbotránkozik az ember, hogy senki nem tud békét teremteni, és mindenki a háborút harácsolja. Na hát ebbe a világba élünk. Amikor ember ember ellen fordul, és nem számít az élet, nem számít a szépség, nem számít a szeretet. Egyedül csak a gonosz dolgok számítanak, és az van felemelve, az van dicsőítve. És sajnos ezeknek a dolgoknak helyt ad a kereszténység is. És ahogy helyt ad ennek a gonosz dolgoknak, azzal már gyengíti is az Úr gyermekeit, és előhívja a vádlót a kereszténység ezzel, hiszen jogot formál a sátán felettük, és vádolni fogja őket. Azért, hogy mit tesznek. És miután megvádolta őket, utána kitalál egy olyan vallást, amivel úgy néz ki, hogy erősebb és igazságosabbnak tűnik, de a sátánnak a vallása. És a kereszténység az egy harmadrendű Istent fog követni, nem az elsőt. Így lesz beállítva. És már így van sajnos. De az igazak nem ilyenek. Akik az igazságot szeretik, azok nem ilyenek. Mert azok a Istennek beszédéből, a Bibliából merítenek, nekik az a kút, a ivóvizeknek kútja, és az ad életet nekünk. És az én szolgálatomnak a címe a halál szabadsága. És Dávid testvéremmel egy pár nappal ezelőtt beszélgettünk, és hát feljött ez a téma, ugye felhozta, és akkor ez a mondat jött, hogy a halál szabadsága, és abban a pillanatban tudtam, hogy ez lesz a szolgálatomnak a címe. Próbáltam más találni, de hát hogyha az Úr egy ilyet mond, hogy már pedig az lesz a címe, akkor az lesz a címe. És ez a legtökéletesebb cím ennek a szolgálatnak. Dicsőség az Úrnak érte. Tehát akkor is nagyon kemény korszak volt Jeremiás időszakában. De ugyanazt a korszakot éljük most is, csak másféleképpen. És ugye a Jeremiás az egy próféta volt, aki megprófétálja a kormányzóknak, királyoknak a jövendőt, a jövőt, hogy mi lesz Isten akarata. És képzeljétek el, hát ez nem egy kellemes beosztás, főleg úgy, hogyha ellent mondasz a királynak azokban az időkben, akkor haláját érte. De hát Jeremiás vállalta ezt, hiszen ő igazságszerető volt. És engem egy igerész nagyon megérintett, jobban mondva egy igerésznek a fő címe, ami a Bibliában van. A Jeremiás 8. résznek a fő címe, ami így szól, hogy a legnagyobb gyalázat, pusztulás és számüzetés jön a népre Istentől való elszakadásáért. És nézzétek meg, pontosan ezt láthatjuk magunk előtt ebbe a korszakba. Ilyen lett a világ, ilyen lett a kereszténység is, hiszen már keresztény is keresztény ellen támad. Nincs igazság közöttük. És egyszerűen elfordulnak az emberek Istentől. Hallják Isten hívó szavát,
de mégis elfordulnak tőle. Hogy mennyire fontos a szentség, a megtisztulás. Hát pontosan a mai korszakban erről van szó, hogy meg kell tisztulni a hívőnek. Aki odaadta az életét Istennek, annak meg kell tisztulni a testi nyavajáitól, a testi szenvedélyeitől, a kívánságaitól, a világ harácsolásától, a magunk önbálványozásától, minden ilyentől szabadnak kell lenni. De ahhoz, hogy szabad legyél, ahhoz elsőnek függetlennek kell lenni. A függetlenséget fogja hozni azt, hogy szabad tudjál lenni. És mindenhol, mindenhol, ami a gyengeséged volt az életedbe, az óemberi életedben, mielőtt megtértél, attól te megszabadulsz, amikor megtérsz és újjászületel. De a gonosz az jól tudja, hogy mi volt a gyengéd. Jól tudja az, hogy mi volt a kedvenc dolgaid, mit szerettél. És ott fog állni, ört állni abba az ajtóba. Hogy ahogy rést adsz neki, ahogy szabadságot adsz, annak, hogy a gonosz be tudjon ott jönni bármilyen dolognak, kísértésnek, szenvedélynek, testi kívánságoknak. Azon keresztül be fog jönni a démon azon az ajtón. Hiszen te nyitod ki, te neked van szabadságod, szabad akaratod van. Azt is hallottuk, hogy tudjál nemet mondani. Tehát dicsőség az Úrnak, minden a helyén van. És nézzétek meg, hogy nincs erről tanítás, ez pedig életfontosságú és alap, hogy egy hívő ember meg tudjon erősödni, meg tudjon szilárdulni. És ezeknek, tehát a kicsiny kovász az megkoshasztja a tésztát. Ha a kis dolgot engedsz belsőnek, az nagyjá fog válni. És egyre gyengébb leszel, megbánod, elhagyod, újra ott van, megint akár engedékeny vagy, vagy olyan helyzetbe kerülsz, hogy most könnyelmű neki, könnyelmű lehetsz, úgy érzed, és már át is adtad magad. Vagy jön egy helyzet, hogy valaki pénzt kínál neked, vagy olyan munkát, és már meg elfogadod, de avval együtt azt is érzed, hogy távolodsz Istentől. Na, ezeket helyén kell kezelni. Isten nem hagyja az övéit. Biztos, hogy fog neked jelezni. De nem hangosan, de fog jelezni, hogy vigyázz. A lelki ismereted megint csak jelez. És a függetlenség, a szabadság az pontosan azért jó, a megtisztulás, hogy a lelki ismeret, a jó lelki ismeret. Ha jó lelki ismereted van az Úrban, akkor erővel és hatalommal tudsz imádkozni. Erővel és hatalommal tudsz ellene menni a gonosznak. Ha ott van a rossz lelki ismereted, akkor mindig vádolni fog a gonosz téged, és te azt érezni fogod. Hát a te lelked, a láthatatlan emberben történik ez benned belül. És ez legyengít, elveszi az erőt. Ezért kell pontosan átadni magunkat teljesen az Úrnak. És ahogy az Úr legyen győzedelmes az életünkbe, és ő legyen a vezető a mi életünkbe. És hát ugye az akkori korszakban, az Ószövetségben is pontosan ilyen problémák voltak. Nem érdekelte a világot Isten dolga. Nem érdekelte a világot Isten akarata, Isten üzenete. Harácsolták ugyanúgy a pénzt, birodalmakat építettek, alapítottak, és bálványokat készítettek maguknak, ami előtt leborultak. Na és itt jött be az Úr. Itt jön be az Úr, mert ő végig ott van, és látja ezt. De hosszú tűrő. De eljön az az időszak, amikor nem lesz hosszú tűrő. És erről szeretnénk felolvasni nektek egy pár igét, hogy Jeremiás idejében hogy szólt Isten az ő népéhez és Jeremiáshoz. És a 11. rész, 11. verstől így szól, hogy azért ezt mondja az Úr, íme én veszedelmet hozok rájuk, amelyből ki nem menekülhetnek. És kiáltanak majd én hozzám, de nem hallgatom meg őket. Hallod? Az azt jelenti,
hogy kiáltanak az emberek Istenhez, hogy már letérdelnek és könyörögnek az Úrhoz. De akkor se hallgatja meg Isten őket. Nagyon félelmetes és kemény dolog ez. És ugye azt írja a Új Szövetségben, azt mondta Jézus, hogy ne attól féljetek, aki az embert öli meg, mert miután megöl, már nincs hatalma, nincs ereje felettetek. Hanem attól rettegjetek, akinek van hatalma a gyehenára dobni téged. És látod, hogy Isten az mindenek felett áll, mindenek felett hatalmas, és nem tudhatjuk, hogy mikor halunk meg. És ő lesz, ő fogja eldönteni, hogy hova kerülünk. A mi cselekedeteink, a mi beszédünk által. Na ezért fontos, hogy ha meghallod az igét, meghallod a hitnek beszédét, az igazságnak beszédét, akkor el ne fordulj tőle. El ne fordulj tőle, hanem fogadd. És azt mondta Jeremiásnak az Úr, hogy vegyen egy len övet magának, és azt vigye el, és ássolja. És majd egy idő után, mikor eltedik egy kis idő, vegye elő. És elővette Jeremiás ezt a lenövet, és teljesen szét volt rohadva. Rohadva az öv. Használhatatlan volt. És azt mondta Isten, hogy ugyanilyen rothadt az én népem, és ugyanilyen használhatatlan. És ebben bizonyította Isten Jeremiásnak, hogy sajnos ez a helyzet. És ő nem fogja, Isten nem fogja szépíteni a dolgokat, hanem az, ami valójában van, ő azt fogja mondani. Azt fogja üzenni az igazaknak. És hát, ha magadban nézel, akkor tudhatjuk azt, hogy milyen emberek vagyunk mi. Tudunk mosolyogni, szépen beszélni, szépeket mondani, nagyokat. Kedvesek tudunk lenni, de valójában milyen emberek vagyunk. Mert az igaz ember az őszinte. Tehát őszinte emberek vagyunk? Vagy van rejtegetni valónk, és rejtegetjük a dolgainkat. Az őszinteség is szabadságot hoz. Az alázat is azt hozza, felemelkedést. Tehát függetleníteni kell magunkat a világtól, és az Úr igéjében szabadságban kell lennünk, és teljes őszinteség tud jönni a szívünkre olyankor, és akkor már semmi nem számít, hogy ki mit gondol rólunk, mit mondanak, vagy hogyan látnak bennünket. Egyszerűen csak az a célunk, olyankor már az a célja az embernek, hogy Isten dicsősége ragyogjon fel az életén. Ha egyszer is, de legalább egyszer ragyogjon fel. Halleluja. És így én nem akarok tényleg megfélelmíteni senkit, csak az igét mondom. És ugye a Lukács evangéliumában a 13. rész 25. versétől ugye úgy szól az Úr, hogy ugyanígy van itt is, hogy mikor már gazda fel kell, és bezárja az ajtót, és kezdetek kívül állani, és az ajtót zörgetni, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk! És ő felelvén ezt mondja nektek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. Akkor kezdik mondani, te előtted ettünk és ittunk, és mi utcáinkban tanítottál. És megy tovább a vers, de a lényeg az, hogy bezárul az ajtó. És tudod-e azt, hogy te hol leszel, az ajtón belül, vagy az ajtón kívül? Ha jó lelkiismereted van az Úr előtt, akkor jó reménységed lehet, és bizodalmad benne, hogy te belül leszel, és hogy az Úr a mennyekbe kerülsz az Úrhoz. De hogyha ott van egy kis ellenkezés Istennel, vagy bűnök, akkor addig harcolj érte, és ne add fel, küzdj, és akárhányszor elbuksz, akkor is állj fel. Ha úgy érzed, hogy nem hallgatja meg az imáidat az Úr, akkor is imádkozz. Hiszen az Úr lát téged, és a gondolataidat is látja. És meg fogod tudni harcolni, akármilyen nehézségeid is vannak,
hogy egyszer csak az Úr megszabadít. De ettől mondok egy jobbat, ha lehet, akkor kér segítséget. És menj olyan emberekhez, akiket úgy látod, hogy igazak, vagy vannak igaz emberek a környezetedben is. Mondd el őszintén nekik, és együtt tudtok letérelni az Úr elé, leborulni az Úr előtt, és megharcolni a problémákat. Nagyon fontos. Mert sajnos a mai kereszténység az abban van benne, hogy ezt a szőnyeg alá seperte. Tehát lehet neked mindent, az Isten úgy is szeret téged. Főcímmel, vagy könyörületes az Úr és nagy kegyelmű főcímmel, nem működik. Nekünk kell lebontani a dolgainkat, nekünk kell leborulni az Úr előtt, nekünk kell alázatban lenni, nekünk kell sírni, nekünk kell böjtölni, és nekünk kell imádkozni és könyörögni az Úr előtt, hogy szabadítson meg bennünket. Úgy menni fog. És ezt szeretné az Úr elérni, hogy, és ezt szerette volna, hogy ilyen gyülekezetek legyenek előtte, ilyen gyülekezetek álljanak. Hiába vannak itt-ott emberi szavakkal kitalált ébredések, mert azok nem nevezhetők annak. Az ébredés az mindig az, hogy nem csak az, hogy megtér az ember, hanem megtisztulás, ahogy elkezdődik a megtisztulás. És a legfontosabbat hagyták el a hívők. Hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy a legfontosabb dolgot hagyják el? Hiába volt ébredés Afrikában is, hogy több 10 millióan ébredtek és tértek meg. Hogyha, és kelgetik, és harácsolják a gyógyítást és a csodákat. Hiába teszik, hogyha azt nem vették észre, hogy meg kell tisztulniuk, és bűnmentes életet kell élniük, akkor hiába való az egész. Azért tudom ezt mondani, mert hogy lehet az, hogy mi Istent követjük, és nem tanulunk megbeszélni. Tehát hogy lehet az, hogy felnő a gyerek, és nem tanul megbeszélni, ugye? Hát megtanítja a szülő. Folyamatosan tanítja a szülő a gyereket arra. Hát minket is, hívőket is úgy kellett volna, hogy megtanuljunk az alapokat. Na ezt hogy lehet elhagyni, ha nem úgy, hogy tudatosan? Hogy könnyelműek voltunk a bűnökkel, könnyelműek voltunk azzal, hogy mindent megmagyarázunk, és kimagyarázzuk még az igét is, hogy jó, az még nem úgy szól, meg az akkor szólt, most már nem ez érvényes, közben ugyanúgy írja az új szövetség is. Tehát nagyon veszélyes a helyzet, és az utolsó időkben élünk. Nézzétek meg a háború, már itt van a küszöbön a harmadik világháború. Tudjátok, hogy miért nem fél még Európa, meg a világ? Azért, mert nem az ajtóján kopogtat. Ha ott lennének már Ukrajnába, akkor pontosan tudnák azt, hogy, ott, hogy ez háború a javából. És hogy ez tovább is fog menni. De az igaz ember azt mondja, hogy jó előre meglátja. Az ige azt mondja, hogy az igaz ember jó előre meglátja a bajt, és kitér előle. Tehát így legyetek ti is józanok, és figyeljetek. És az Úr az sajnos meg kell történni előtte azoknak a dolgoknak, amit megmondott. És át kell élni azoknak is, akik ebbe a korszakban élnek hívők, igazak. De az Úr legyen mindenkivel, és az Úr áldjon meg mindenkit, és segítsen mindegyik őtöket, mindannyiunkat a nehéz helyzetekben is. De ez még csak a kezdetnek a kezdete. És valóban helyt kell állnunk. Tehát, ha nem megy a megharcolásod, vagy nem tudod megharcolni,
akkor próbálj böjtölni. Azért, hogy meg tud harcolni. Tehát minden, a böjt is azért van, ez egy sanyargatott állapot, amikor megvonod magadtól a ételt, vagy a folyadékot, vagy akár a kettőt, az te dolgod, hogy csinálod. De a lényeg az, hogy te mindent meg akarsz tenni, és a böjtöt nem véletlen találta ki Isten. Én nem akarom senkinek ilyen erőltetésszerűen mondani, de higgyétek el, hogy jó dolog van benne. És szellemileg mondom, nem testileg. És meg tud erősíteni, és éberré tud sokkal jobban tenni téged az Úr általa. Hiszen még jobban rá fogsz tekinteni. És ezekbe az időkbe szükség lesz a böjtre. Higgyétek el. Tehát ez a korszak, ez egy ilyen korszak. Ugye most már Oroszország is például, ha megfigyelitek, hogy milyen fegyverei vannak, most már helyt adott annak, hogy az egyik legkomolyabb fegyverét élesítse. Tudjátok, mi a neve? Sátán kettes. Tehát ez egy olyan fegyver, ami mindenhol el tud érni a Földön. 16 000 kilométeres sebességgel tud menni, és 10 darab rakétát tud hordozni, amely 10 különböző célpontra el tud jutni. És ezek atomfegyverek is lehetnek. 200 tonnát tud hordani, 33 méter magas, mint egy 10 emeletes. Ilyen csúcsra jutott a gonosz munkája, mert ez a gonosz munkája. Isten nem csinál ilyen gyilkos fegyvert, meg fegyvert, ilyet. De ő nyugodt, az Úr, hiszen ő mindent lát, és az irányítása alatt van. És én a láthatatlanba hiszek, nem a láthatókba. És tudom, hogy ti is, halleluja. És a láthatatlan Isten az, aki az egyedüli teremtő, aki a Szent Szellemet kiárasztotta ránk, és betöltött bennünket. Az adjon nekünk minden helyzetbe erőt, minden helyzetre. És abban azt a szabadságot tudjuk megtartani, akkor is, amiről Dávid beszélt, hogy mindenkor szabadságban tudjunk lenni. El kell felejteni mindent. És mindenféle jóra való vágyódást. Legyen meg az Úr akarat az életünkbe. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úr.